Ezeket a kutyákat a Petszker Állatmentő és Környezetvédő Egyesület önkéntesei mentették meg, több település gyepmesteri telepéről gyűjtötték össze az állatokat. Az egész megyét átfogó feladatokra jelenleg mindössze 4 aktív munkatársuk van. A jogszabályok szerint a gyepmesteri telepre érkező kutyákat 14 nap után elaltathatják, ezt a lehetőséget gyakran igénybe veszik, mondta az Egyesület alapító elnöke. Válogatás nélkül mentünk mindenkit, akit tudunk. Nyilván a befogadó képességünk korlátolt, mellette rengeteg rehabilitációs munkánk van a bántalmazott és balesetes kutyákkal. Nagyon sok a műtéti operációs állatorvosi költségünk, ezért történt az, hogy idén kicsit megcsúsztunk a költségvetésben, mert túlvállaltuk magunkat mentésben. És egyszerűen úgy felgyűltek az orvosi költségeink, hogy képtelenek voltunk utolélni magunkat. Nem jött be annyi adományunk, mint amennyit kellett volna kifizetnünk orvosi költségre. Viszont ha nem vállaljuk be ezeket az állatokat, akkor ők meghalnak. Évente összesen közel 1000 kutya életét mentik meg az önkéntesek. Azok a kutyák, akik ide kerülnek, megkapják az oltásokat, bolhaírtáson és féregtelenítésen esnek át. Ha szükséges, gyógykezelik őket, valamint szocializálják is. Ez pedig nagy kiadás jelent az Egyesületnek. Jelenleg közel 1,5 milliós állatorvosi tartozásuk van. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával hasonló szervezeteknek, valamint egyházaknak is segíthetnek az adózók. Nagyon kevesen használják ki a személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlási lehetőségét, hiszen a tavalyi évek tapasztalatai alapján 220 ezer bevallásbor arányaiban körülbelül 45%-uk, aki él ezzel a lehetőséggel. Idén május 20-áig rendelkezhetnek adójuk 1%-ával az illetékesek. Azok az összegek, amiket nem ajánlottak fel, visszakerülnek az államkasszájába.